Aranyérmesként, tehát címvédőként kezdte meg a nyári felkészülést az Union City, a megyei kézilabda bajnokságra. A csapat a sportcsarnokon kívül kezdte meg az alapozást a nyáron. Hát azt mondom, hogy a feltételek, ugye miután elég drága a sportcsarnoknak a bérlése, így kint szabad területen készültünk, tehát eléggé magpálya, ott körülfutottunk, általában ez volt egy ilyen 400 méteres köröket, általában egy 10 kör, ez egy normális felkészülés szerintem. Ez szokott lenni reggelente, illetve ugye ez heti kétszer, illetve aki nem jelent reggel, az este csinálta meg ugyanezt a penzumot. Játékos állományban történtek-e változások? Sajnos negatív irányban, ugyanis két vagy három játékosunk azt mondta, hogy abba fogja hagyni, tehát a tavasz idényben ő már nem kezdi el. Ősszel még nem volt ilyen gondunk, hásnál, sőt volt egy játékosunk, aki visszajött, de mondom, igazából az fog érzékenyebben érinteni minket, hogy tavasszal elég nagy változás lesz. A mínusz két ember, ez nagyon meghatározza majd a csapat hollétét a tabellán. És ha jól emlékszem, hogy tavaly szinte végigvezettétek a bajnokságot, most viszont harmadikok vagytok, ugye pont a Marostő ellen, akit nyáron ki is emeltél. Mi történt a Marostővel? Hát a Marostő az konkrétan az MB2-es Makó KC-val, akivel most fogunk edzőmeccset játszani. Őtőlük három embert átvett, ez gyakorlatilag nekünk eléggé rosszul esett, ugyanis jöhetek volna hozzánk is, nem hozzánk jöttek, ugye Szeged révén csak a szegedi csapatot választották. Ez valószínűleg őnek a bajnoki címüket fogja jelenteni. Szezon közben mennyire sikerült edzésre és meccsre járni? Ugye pont a meccsetek ugye hétköznap van mindegyik szinte, hogyha jól emlékszem. Így van, hát ez is holosan sikerült, mert ugye rengeteg játékosunk, ugye miután nem profi csapatról beszélünk, rengeteg játékosnak munka elfoglaltsága van, és emiatt nem bírtak úgy megjelenni. Általában a 10-12 fő meg volt meccsenként. Ezt mennyire gátolt meg téged, hogy ugye edző is vagy, és játékos is? Ezt hogyan sikerült összehozni? Hát elég nehezen, ugyanis hogyha fönn vagyok a pályán, azért úgy nehezebb. Tehát ugye kívülről, amit láttam előtte, az már fönt a pályán ugye kicsit forró fejjel, már nem úgy dönt az ember. Úgyhogy hát ez volt egy-két meccsen, ki is jött ez sajnos. Hiányposztokat véltél-e felfedezni, hogy ahol nagyon üresek vagytok? Hát most már igen. Ugye a jobb szélső, tehát a balkötes poszt az nekünk most már meghatározóan hiányposzt lesz. Illetve középen az irányító posztod, ami még egy szintén hiányposzt nálunk. És ugye most harmadikok vagytok úgymond féltávnál, mennyire reális ez a hely? Hát azt gondolom, hogy ez nagyjából tartható is, és körülbelül ez a realitás. A Marostő, amit említettél, ők azt gondolom, hogy egy gyönge NB1-B csapatot képviselnek, így a megyében azért ez elég nagy szó. Illetve van egy Algyő nevezetű csapat, akik az NB2-es Algyőnek a fiók csapata, tehát gyakorlatilag van 40 játékosuk, futógépek, ennyi. Tehát ez megint meghatároz mindent. És volt több meccsetek, ami elmaradt, azoknak a pótlásáról lehet-e már tudni valamit? Egy másfél-két hónapon belül erre is sor fog kerülni. Remélem, hogy győzelemmel fogjuk zárni. És ugye lassan itt van majd a február, mikor kezdődik a következő szezon, és hát hogyan készültök? Konkrét időpontot nem tudok még, ez az egy hónap, másfél hónap, amit mondtam, ez körülbelül az az időpont. Az a készülés az ilyen edzőmeccsek szinterén. Ugyanúgy egyébként a kinti mozgás marad nekünk, illetve van a keri csarnokban lehetőség mozogni, ezt szoktuk kihasználni. Mikor kezdtétek az edzéseket? Két hete kezdtük el, tehát azóta volt négy edzésünk, és ez az edzőmeccs az ötödik mozgás. És akkor ez a következő kérdésem, hogy ugye ti megyében játszotok, a Makó KC pedig NB2-ben, miért választottatok magasabb osztályban játszó ellenfelet? Hát igazából ez volt a könnyebbség, ugye így, hogy itt vannak helyben, nem kell utaznunk sehova, nekik is nagyon jó felkészülés ez, remélem legalábbis, hogy meg tudjuk ezt oldani, illetve hát nekünk is a felkészülésünk ezt szolgálja. És akkor ezek fényében, amiket elmondta a tavasszal, mi várható, mire számítotok, hol szeretnétek végezni? Én azt gondolom, hogy a hazai mérkőzésünket mindent hozni fogjuk, és a harmadik helyet meg kell, hogy tartsuk. Tehát igazából ez a célkitűvés. Mondom, így a két mínusz ember, ez sokat számít majd. Ez a harmadik hely, ez a realitás.